A ma esti webkonferenciánk egy nagyon összefoglaló, nagyon sok információt tartalmazó előadás lesz, melynek témája sérvek és ami mögöttük van. A sérvek kategóriája egy nagyon érdekes dolog, hiszen a sérv, mint olyan, szinte minden életkorban megjelenhet. Nagyon érdekes, hogy több helyen is megjelenhet a testen belül is, különböző tünetei vannak, és ha nagyon sematikusan és nagyon laikusan állunk ehhez a témához, mint mondjuk, ahogy ezt én teszem ebben az esetben, akkor elmondhatjuk, hogy a sér akkor fordul elő, amikor valamilyen belső szerv, például a bél egy kis szakasza, kikerül abból az üregből, amelyben normál esetben a helye van, és máshol helyezkedik el. De hogy milyen fajtájú sérvek vannak, hogyan lehet ezeket megérteni, a germánygyógytudomány szerint mi erre a tudományos válasz és a kiváltó valós ok, erről fog ma este is nekünk beszélni dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, germánygyógytudomány terapeuta, és nagyon örülök annak, hogy elmondhatom önöknek, hogy egy fantasztikus előadás részesei lesznek, melynek címe a sérvek, és ami a mögöttük van. Köszönöm szépen Erikának a bevezető gondolatokat, és nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a Kárpát-medencén belül és azon túl, az Óperenciás tengeren is túl, mert hál' Istennek megint szép számban vagyunk jelen ezen a keddesti webkonferencián. És elgondolkodtam azon, hogy a sérvekről úgy még nem esett szó, és hát helyen közel azért egy-egy ízületnél a sérvekről is szót tettünk, de egy összefoglalót szeretnék erről adni, hogy mégis mit jelent az, hogy sérv, de ami mögöttük van, ugye ahhoz tudnunk kell, hogy mi is az a germán gyógytudomány, hiszen ezeknek a sérveknek a kialakulása mögött is bizony lelki háttereket kell megtalálnunk, és találunk is természetesen. A germán gyógytudományról nagyon röviden csupán annyit, hogy dr. Rike Gerd Hamner munkásságának köszönhetjük azt a fantasztikus felfedezést, ami egy teljesen logikus biológiai gondolkodáshoz vezetett az orvostudományban. Ez a logikus biológiai gondolkodás érthetővé teszi mindenki számára, laikusnak, orvosnak egyaránt, hogy mi történik a szervezetünkben, és mivel kell valójában foglalkoznunk. Dr. Rike Gerd Hamner a saját élete tragédiáján keresztül jött rá az öt biológiai természet törvényre, hiszen tudjuk, hogy a 19 éves fia a karjai közt halt meg, bár 111 napon keresztül mindent elkövetett, hogy megmentse a fia életét. A fia vesztesége nála heredaganatot okozott, és ezután kezdett el gondolkodni Hamner doktor azon, hogy kell legyen valamilyen kapcsolat a fia elvesztése és az ő heredaganata között. Így jött rá az első biológiai természettörvényre, 1981-ben ezt közölte is, és ebben közölte a DHS kritériumait. Fiát Dirk Hamernek nevezték, és a fiáról nevezte el azokat a kritériumokat, vagyis azokat a tényezőket, amelyek kellenek ahhoz, hogy egy lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével elindítson bennünk egy szervi elváltozást. Ez a lélek-agyszerv-tengely, ez egy fantasztikus felfedezés, mert hiszen eddig mindig csak a testen belül kereste az orvostudomány a betegségeknek az okát, de rá kell jönnünk arra, hogy ugye tudjuk, a magasabb rezgések mindig hatnak az alacsonyabbak rezgésekre, és már pedig az érzelmek azok nagyon pontosan, behatározhatóan fognak az agyunk közvetítésével szervi elváltozást indítani. Erről Hamner doktor egy tökéletes tudományos táblázatot készített német precizitással. De akkor nézzük meg, hogy melyek azok a tényezők, amelyek elindítanak egy szervi elváltozást. Mindig egy drámai, hirtelen és nagyon súlyos érzelmi
megrázkódtatásról beszélünk, ami egy biológiai konfliktust indít el a szervezetünkben. Ez az érzelmileg megérintett, váratlan meglepetésszerű történet, ez érzelmileg kéne feloldódjon ahhoz, hogy utána ne lépjenek föl biológiai következmények. Mert ha még ráadásul magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusba, és ez nagyon lényeges, hogy benne ragadunk a konfliktusba, akkor bizony a szervi elváltozás nem fog elmaradni, és minél több ideig leszünk benne a konfliktusba, annál hát bonyolultabb dolgok fognak megtörténni. A konfliktus pillanatában ugye a sínek rögzülnek, vagyis azok a körülmények, amelyek között megéltük magát a konfliktust, és ennek megint csak a túlélés szempontjából van jelentősége, hiszen a következőkben, ha csak valami arra emlékeztető körülmény következik be, ami addig volt, ez a biológiai program, amit Hammer doktor értelmes biológiai külön programnak nevezett, ez újra fog indulni. Tehát nem kell már újabb konfliktusokat megélnünk ahhoz, hogy a szervi elváltozás létrejöjjön. És ezek a fel nem oldott, érzelmileg fel nem oldott konfliktusok lesznek azok, amelyek pontosan a sínek közvetítésével egy elakadó gyógyulási folyamatot fognak beindítani, ezeket fogjuk krónikus betegségeknek nevezni. Nos tehát, mi a teendő? Mert minden nap lesznek váratlan érzelmi megrázkódtatások az életünkben, egyetlen dolog, ami tőlünk függ, az az, hogy meddig maradunk a konfliktusban. És mennyire éljük mi ezt meg elszigetelten, magányosan, ami azt jelenti, hogy lehet körülöttünk 20 családtag is, ha senki, de senki nem érti meg a mi problémáinkat. Nos, ez az utolsó két tényező csak mi tőlünk függ, és ezért javaslom ma este is mindenkinek, hogy nem újjék el nap az ő haragjával, vagyis bocsásson meg mindenkinek, és önmagának ma este is így feküdjön le, és holnap pedig kezdje tiszta lappal a holnapi napot, és akkor garantált, hogy semmi, de semmi különös biológiai programja nem lesz, vagyis meg fogja őrizni az egészségét. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, vagyis nem az számít, hogy gyakorlatilag mi a történet maga, csak is az számít, hogy én abban a történetben mit éltem meg, és itt Hammer doktor példáit látjuk felsorolva, amelyek természetesen a női biológiai programokban és a 40. esetben részletezve vannak. Hammer doktor tovább folytatta a kutatást, mint kitűnő belgyógyász szakorvos, mert hiszen észrevette, hogy vannak hideg és meleg tünetek. Vagyis vannak hideg tünetek, amik itt kék színnel vannak ábrázolva a konfliktus aktív szakaszban, ami azt jelenti, hogy hideg a kezem, hideg a lábam, gyorsabban ver a szívem, emelkedik a vérnyomásom, nem tudok elaludni, vagy ha elalszom, felébredek, nincs étvágyam, nem táplálkozok rendesen, lefogyok. Tehát ameddig nincs feloldva maga a konfliktus, addig ezek a stresszes tünetek fogják uralni a klinikai képet, és azért ezzel az emberek nem nagyon szoktak orvoshoz menni. Mert tudják, hogy stresszes az életem, még mindig azon a bizonyos történeten jár az esze, ami a DHS-t okozta, azon az érzelmi megrázkódtatáson. Hogy tudott ilyet tenni? Hogy lehetett ilyen szemét? Miért voltam én ilyen hülye? És a többi, és a többi. Tehát ezek a fel nem oldott dolgok, amilyen a DHS pillanatától elindulnak, ez egy kérdés, hogy meddig ragadunk benne, mert pontosan ez fogja meghatározni azt a konfliktus tömeget, aminek meg kell oldódnia a megoldási szakaszban. Itt látjuk a KM a konfliktus megoldásának pillanatát jelzi, és ezután jön a második szakasz, ugye a megoldást követő szakasz, aminek van egy exudatív fázisa és egy hegesedési fázisa, látjuk itt a piros szín dominál, vagyis itt a meleg tünetek lesznek, igencsak melegünk lesz éjszakai izzadással,
Amikor megoldásba kerülnek mondjuk tápcsatornát érintő vesét vagy tüdőt érintő programok, és a gyulladás tünetei fogják uralni a klinikai képet, ami duzzanatot, pirosságot, meleget, fájdalmat és működésképtelenséget jelent. Ugyanakkor ez a duzzanat ugye nem csak a szöveti szinten, hanem agyi szinten is megjelenik, pontosan abban a relében, abban az idegi központban, amihez kötött ez a szervi szintű elváltozás. Na most a duzzanat miatt fejfájás lesz, és a duzzanat miatt ugye a szöveteknél is nagyobb térfogat tapintható fájdalommal, melegséggel, és természetes ez a duzzanat még tovább fokozódik, hogyha a magányosságot ugye továbbra is intenzíven éljük meg, mert ugye a DHS-ben benne van, hogy magányosan, elszigetelten élem meg a programon. Na most a megoldásnak ez a, hát mondjam azt, hogy kellemetlen gyulladásos tünetekkel járó részét az epileptoid krízis fogja feloldani, hiszen ekkor rendeződik az agyi központ, ez a lényege az epileptoid krízisnek, hogy onnan kipréselődik a feles folyadék mennyiség, kipréselődik szöveti szinten is a feles folyadék mennyiség, tehát több vizeletet fogunk üríteni, mint amennyi folyadékot megittunk, és következik a második zuhé, a második nagy elgyengülés, a hegesedési fázis, amikor megint mellettünetek jelentkeznek, már van étvágyunk, jó a hangulatunk, de extrém fáradtságot fogunk megélni. Van, aki itt adja fel a további küzdelmet, holott már csak pár nap vagy pár hét választaná el a teljes megoldástól. Az epileptoid krízisben a tünetek fokozottan jelentkeznek, éjszaka megálmodhatjuk a konfliktusunkat, illetve ez a része a megoldási szakasznak mindig epilepsziás gyorsrohamot fog okozni, hogyha a DHS egy olyan mozgással kapcsolatos konfliktus volt, amit nagyon szerettünk volna elkerülni, elmenekülni vagy védekezni benne, csak erre éppenséggel képtelenek voltunk, és ezt az egészet még egy nagyfokú halálfélelem is övezte. A kétszakaszos lefolyás, ez minden biológiai programra jellemző, ugye kérdés, hogy eljut-e a program a végéig, vagy mivel nem vagyunk tisztában a megfelelő tünetekkel, ezért tünetileg olyan gyógyszereket, rendszereket, vagy eljárásokat fogunk alkalmazni, amelyek leállítják valójában a biológiai gyógyulásunkat. Ezért érdemes ismerni a germán gyógytudományt, hogy meglássuk, hogy megértsük, hogy mi a lényeg. A fejlődés történettől függ minden, ami ezután történik a szervezetünkben, hiszen sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. A biológiánk nem tud más tenni, mint vagy a sejtek szaporítását, vagy a sejtek sorvadását, vagy a működés változását elindítani konfliktus aktív szakaszban. Ez pedig a megoldási szakaszban a fordítottjával fog folytatódni, tehát ha sejteket szaporítottunk pluszba a feladat megoldásához, akkor a megoldási szakaszban ezeket a sejteket természetesen lebontjuk gyulladásos folyamatok közepette. Ha a konfliktus aktív szakaszban sejteket sorvasztottunk a túlélés érdekében, akkor a megoldási szakaszban ezeket a sejteket természetesen vissza fogjuk építeni gyulladásos folyamatok közepette. Ha pedig működés változást indítottunk el a konfliktus aktív szakaszban, akkor a megoldási szakasz az a működés helyreállításáról fog szólni. Ez teljesen egyszerű és logikus történet, és az, hogy ez nem következik be, az pont azért van, mert vagy nem oldjuk fel a konfliktust, mondhatnám, hogy függő konfliktus aktív fázisban megy a folyamat,
és erre látni fogunk példát a sértek kapcsán, vagy policiklikus a lefolyás, tehát újra meg újra elindul az egész program, de azért indul el újra meg újra, mert nem volt érzelmileg feloldva, tehát itt a sinek, mondjam úgy, hogy ritkábban jelentkeznek, ezért a program végig tud futni, és újra tud kezdődni. Viszont a függő gyógyulásban a sinek túl közel vannak, túl gyakran jelentkeznek, és ezért a program még a megoldás közepéig sem tud eljutni, és így a gyulladásos tünetek fogják uralni a klinikai képet. A tudományos alapját adja meg az egész germán gyógytudománynak ez az ábra, amit Hammer doktor rajzolt, hisz rámutatta arra, hogy minden, de minden a szervezetünkben a három csiralemeznek a függvénye. Minden sejtünk, minden szövetünk a három csiralemezből alakul ki, amit itt keresztmetszeti képen látok sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, és az innen kialakuló sejtek egy életen át meg fogják tartani a működésüket. Vagyis a betegségek kialakulásának megértése az embriológia ismeretében, vagy egyedfejlődés ismeretében rejlik, de ezt laikus embernek nem kell megtanulnia, a megoldáshoz nem a csirasejt eredet szükséges, hanem azt, mint mondtam, hogy érzelmileg feloldjuk mindazt, amit elindított bennünk egy fel nem oldott érzelmi konfliktus. Na most az egyes nyilak utalnak arra, hogy milyen konfliktus típusok azok, amelyek a szervezetünket érintik, és melyek azok az idegi központok, amelyek ezeket a konfliktusokat levezénylik. A falat konfliktusokat az agytörzs vezérli, és ide nem csak a táplálékfalat tartozik, amint ezt látjuk itt az emésztőrendszer ábrázolásában sárga színnel, alsó vagy belső csiralemezből, hanem ide a levegő, a víz, a fény és a hangfalat is beletartozik. Ezeknél a konfliktusoknál mindig először szövetet szaporítunk, megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket, és mint mondtam, az irányító központok mindig az agytörzsben találhatóak meg, Hammeri gócoknak is nevezik őket. Középső csiralemez sejteit két idegi központ irányítja, a kisagy és a fehér állomány. A kisagy a támadás, bemocskoltság és a gondozási konfliktusok által kiváltott félelmeknek a reléit tartalmazza, és ezekből a relékből indul el aztán a parancs a szövetek szaporítására a mell tejmirigyeiben, az írhának a szöveteiben, az írha járulékaiban, illetve a hártyákban, mint hashártya, mellhártya és szívburok. Tehát a támadási, felmoskoltsági, gondozási konfliktusokra először szövetet szaporítunk, és aztán azt lemondjuk épp úgy, mint azt már a belső csiralemeznél is említettem. Gondolatban húzhatunk itt egy vonalat, mert ezután a konfliktus aktív szakaszban bontani fogunk, és utána építeni. És nagyon logikus, hogy az önleértékelési konfliktusok azok önpusztítással járnak, tehát itt mindig először sejteket bontunk, és ide tartoznak a sérvek is. Tehát az önleértékelés egyenlő önpusztítás, és az ide tartozó szövetek, azok a mozgáshoz kapcsolódó szövetek, vagyis a csontok, ízületek, porcok, ugye, az izmok, izmukat ellátó erek, és a plusz energiát adó zsírszövet, illetve kötőszövet, ugye, a kötőszövet is, az inak is ide tartoznak, illetve a megfelelő fasziák. Tehát az önleértékelés, önpusztítás, konfliktus aktív szakaszban tünetmentesen sorvasztjuk a ide tartozó sejteket, a megoldási szakaszban fájdalmas lesz a visszaépítés, kivéve a zsírszövetet. A harmadik csiralemez az ektoderma, vagy külső csiralemez magyarul,
Amint látjuk, az ide tartozó sejteket az agykéreg irányítja, és ugyanakkor az agykéreg az, aki a működésváltozáshoz szükséges parancsokat is kiadja a megfelelő szervek vagy sejtek részére. Most az agykéreg által irányított egyik program az elválasztási konfliktus, ezt ábrázolja ez a piros baba, mert ugye az elválasztás biológiában azt jelenti, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni egy élőlénytől, és mindig élőlényre vonatkozik az elválasztási konfliktus. A bőrünk legfelszínesebb rétegét érinti, tehát a mindenki által látható több rétegű elszarosodott labhámot érinti, és itt először sorvasztunk, utána a megoldásba visszaépítjük a megfelelő helyen a sejteket. Az elválasztási konfliktusokon kívül az agykéreg a birtok konfliktusokat is irányítja. Ezekről a konfliktusokról, hogy birtok, elválasztás, támadás, leértékelés, falatkonfliktus, ezekről a konfliktus típusokról külön webkonferenciákat lehet megnézni a weblapon. Az agykéregből indulnak ki az akaratlagos mozgások, ide érkeznek a múltból és a jövőből érkező félelmeink, illetve az érzékszerveknek is az információi mind az agykéregbe érkeznek. Ez a rövid összefoglaló remélem mindenki számára elgondolkodható, hiszen látszik, hogy minden sejtünk, minden szövetünknek megvan a pontos eredete, és ebből az is következik egészen pontosan, hogy nem fognak ezek a sejtek elvándorolni, és mondjuk egy endodermális sejtből soha nem lehet egy mezodermális sejt, vagy egy ektodermális sejtből egy mezodermális sejt. Tehát ez egy nagyon elgondolkodtató ábra, főleg szakemberek számára. Amint ezt már említettük, a megfelelő helyeken, ugye a megfelelő programok a csíralemezeknek köszönhetően egy életen keresztül fennmaradnak. A negyedik biológiai természet törvényben a Hammer doktor kitér arra, hogy a bennünk lakó mikroorganizmusok a mi barátaink. A bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok csíralemezhez kötődően segítenek a sejteknek, a felesleges sejteknek a lebontásában, vagy a hiányzó sejteknek a visszaépítésében. Még egyszer kiemelném, hogy a bennünk élő mikroorganizmusokról beszélünk, és ha ezek elszaporodnának, és nagy mennyiségben lennének jelen baktériumok, gombák vagy vírusok, erről csak és kizárólag mi tehetünk, mégpedig azért, mert függő gyógyulásban maradt a program, vagyis nem lett feloldva érzelmileg. Az ötödik természettörvény pedig felteszi a koronát Hammer doktor munkásságára, hiszen rámutatta arra, hogy a DHS pillanatában már a szervezetünk elindította az értelmes biológiai különprogramot a túlélés és a faj fenntartás érdekében. Tehát már a túlélés érdekében történik meg a sejtszintű szaporítás, a sejtek sorvadása vagy a működés változás, és ha ezt ennek tudatában vagyunk és megnyugodnánk, akkor ezek a programok teljesen maguktól helyreállnának. A daganatos beteg nem a daganatába hal bele, hanem a fel nem oldott félelmeibe, amelyeket hát csoportba lehetne kötni. És minden félelem egy újabb programot indít el, ezt ne felejtsük el, vagyis a betegségek nem Isten verései, hanem a mi tudatlanságunk és a félelmünk eredménye. A sérveknek a meghatározását Réka már a bevezetőben röviden összefoglalta. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a hasval izmos, inszalagos falában fellépő folyamatosság hiányt nevezük klasszikus meghatározásban sérnek, és ez a hiány, szövet hiány fogja lehetővé tenni,
ugye a zsigereknek a kitüremkedését, vagy előesését. A sírnak a részeit látjuk ezen a ábrán, ugye a sírkapun keresztül türemkedik ki a sírtartalom, és a sírtömlőben fogjuk megtalálni ezt az egészet. A nagyon lényeges és minden sírvre igaz, hogy adott testtájékra vonatkozó önleértékelési konfliktus az adott szövetek sorvadásához, elgyengüléséhez vezet. Tehát önleértékelési konfliktust kell keresni a sérvek kialakulása mögött, mert ez lesz az, ami először elsorvasztja, elgyengíti adott helyen a kötőszövetet, és ezután lesz lehetőség arra, hogy ott egy sér kialakuljon. Tehát gyakorlatilag a sérv kialakulása egy következménye valami? Igen. A sérv kialakulása mindig egy önleértékelési konfliktus következménye. Tehát ha nincs önleértékelés, akkor nincs sérv. Akkor nincs sérv. Köszönöm. Itt most a lelki okokról beszélünk, de lesz természetes felsorolom azokat a sérveket is, amelyek hát nem lelki okok miatt alakulnak ki. Ugye a hasüvegi nyomásfokozódás az is kérdés, mert fokozódhat a hasüvegi nyomás lelki okok miatt, de egyéb miatt is, erre még külön ki fogok térni. Szakmailag néhány gondolat, hogy ugye osztályozzuk a sérveket visszahelyezhető és vissza nem helyezhető sérveknek, akkor ugye vannak ezek azok a sérvek, amelyek hegesedések miatt még nem veszélyesek, már nem visszahelyezhető, de még nem kizárt, mert ha már kizárt ródott sérvről, inkoncerált sérvről van szó, akkor bizony műteni kell. Aztán lehet az egész direkt vagy laterális, tehát egyenesen keresztül, a hasfalon keresztül hatoló, vagy pedig ferdén előre nyomuló, illetve lehet csúszamlásos sérvről beszélni, amikor is itt látjuk ezen az alsó rajzon piros színnel a peritoneum vagy hashártyának az ábrázolását. Ugye ez a hasüvegen béleli, és a hashártya fodrok azok, amelyek a beleket a bélfodrokon keresztül rögzítik a has hátsó falához, ezt látjuk itt. Na most a retroperitoneális szervek, ezek a hashártyán kívüli szervek, amelyeknek egy részét borítja csak hashártya, és nem körbeveszi, mint a belet. Ilyen, itt látjuk két oldalt éppen a veséknek a magasságában történt ugye ez a metszet, és akár a veségről, vagy húgyhólyagról, vakbérről, szigmáról legyen szó, tehát ezek a dolgok retroperitoneális szervek, és megtörténhet itt is sérnek a kialakulása. A műtét során természetesen mindig az történik, hogy kioperálják a tömlőt, visszateszik a megfelelő szervet a hasüvegbe, ha az még ugye kizáródás miatt nem halt el, mert ha elhatás következett, akkor nyilván ezt az elhalt részt ki kell operálni, mondjuk egy bélszakaszból, a bélnek a két végét egyesíteni, visszahelyezni, és aztán a sérkaput lezárni. Hát ezek sebészeti történetek, és a germán gyógytudomány nem fogja a sebészetet mellőzni a gyógyításban, mert bizony, amikor szükség van a sebészi beavatkozásra, akkor azt meg kell tenni. Na most itt felsoroljuk azokat a sérveket, amelyek leggyakoribbak, és hát ugye a leggyakoribb a lágy égsér, és ezt, ami lehet direkt vagy indirekt, aztán jön a gyakorisában a posztoperatív sérv, ugye eztnek már nem lelki oka van, hanem azért alakul ki műtét után, mert esetleg a műtéti hegben ugye kialakul egy sérvkapu, nem tudnak a szövetek elég gyorsan összeforrni ahhoz, hogy sérvkapu ne alakuljon ki.
Ez, bocsánat, hogy megszakítanak, hát ez műtétek utáni posztoperatív sér, ezek azok az esetek, amikor valaki egy műtét után a frissen átvágott szöveteit nem engedi meggyógyulni? Hát persze, hogy ilyen értelemben van lelki oka, és nagyon ráéreztél itt a lényegre, mert ha valaki nem tudja elfogadni, mondjam úgy azt a cipzárt, azt a varrást a hasán, ami eddig nem volt ott, ami őt elcsupította, és ezt önleértékelésként éli meg, akkor természetes, hogy ezek a sebek nagyon nehezen fognak gyógyulni. És pontosan ezek lesznek az okai aztán a hegszövet túltengéséhez is, mert ugye már függő gyógyulásban ez egyre vaskosabb hegszövet létrehozását okozza. De ameddig folyamatos az önértékelés, addig össze se tud forni rendesen a hegszövet sem, és létrejön egy ilyen posztoperatív sér, de elég az, ha a beteg nem tartja be az utasításokat, és túl hamar áll vissza a munkába, vagy emel egy súlyos dolgot, és természetesen erre meg fog jelenni a műtéti hegyben a sér. Tehát ezek nem, az, hogy valaki nem tartja be a műtét utáni utasításokat, ez nem a germán gyógytudománynak a tárgyköre, de mint sérvet meg kell említenem, ha már összefoglalom a sérveket. Igen, tehát hogyha ez valakinek egy császármetszés után alakul ki, akkor itt kettő dolog jöhet szóba. Egy az, hogy mégiscsak felemelte a babáját, és emelgette, vagy a nagyobbik testvér, aki nem érti, hogy miért nem szabad anyunak most engem ölbe vennie, esete lép fel. Pontosan. Vagy pedig az, hogy maga a műtéti metszés az, ami önleértékelést okoz, vagy egyszerre mindkettő. Vagy egyszerre mindkettő, hát igen. Amikor nem az örömökre figyelünk, hanem a hiányokra, akkor mindig hiány fog fellépni, mert amire figyelsz, ott a valóságot szoktam mondani. Tehát ez a elég kemény dolog, ez a 10%, na de aztán 5%-ban jön a köldöksérv, illetve hát hasfali sérvek, amit látunk, ugye a felsővasi epigasztrikusnak is nevezük, aztán van a köldökben, a köldök körül, és természetesen vannak még egyéb sérvek, lágyéksérv mögött alatt ott megtalálhatjuk a szomsérvet, és aztán vannak egészen ritka sérvek, amik én szerintem már, meg belső sérvek, amik már komoly szakmai kérdést vetnek fel, ugye, amikor sérv kap és a tömlő is a hasüregben van, tehát egy hasüregen belüli sérv, és ez a pericökális, vagyis a vakbél körüli létrejött sér, vagy éppen a paradurodenalis, az a vékony bél körül, és még van itt két másik sér felsorolva. Ritka sér a kosztovertebrális, vagy bogdalegféle sér, ez ugye részletezni fogom majd a sternokosztálissal együtt a rekesznél, valamint van a lumbális, itt látjuk az ágyékot, és elhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy az ágyék az, ami a deréktájon hátul van, és a lágyék az, ami elő van, mondjam úgy, hogy a csípő ízületen fölött, mert igen gyakran keverjük a két fogalmat. Tehát a lágyék és az ágyék az két különböző testtájékot jelent. A lumbális, tehát az ágyéki, a trigónumban van ott egy háromszög, mindenkinek, ha megnézik a derekát, látszik az a két kis háromszögű kis behúzódás, ugye a pötti-féle trigónum, illetve hát vannak még egyéb, mondjam így, hogy eldugott, ritkán diagnosztizált sérvek, tehát nem a ritkaságokra kell koncentráljunk, mert nem sebészeti vizsgára megyünk, hanem azokra a dolgokra, amelyek valóban gyakoriak és mindenkit érintenek. Nos, itt látjuk a lágyéksérnek a lényegét,
Ugye azt tudnunk kell, hogy a lágyik sér a lágyék csatornában alakul ki. Ennek a lényege az lenne, hogy megértsük, hogy egyáltalán a herének, ugye, ami a hasüregben alakul ki, a dolga az, hogy születésre, vagy legalábbis egy éves kor végére leszálljanak a herezacskóba. És ezen a lágyék csatornán keresztül történik meg a leszállás. Természetesen maga előtt nyomja a hashártyát a here, és ebből adódóan a hashártya úgymond kívülről fogja őt beburkolni. A 6.-7. hónapban kezdődik ugye a heréknek a leszállása, majd születésre vagy legkésebben első évben megtörténik a teljes leérkezés a here zacskóban. Amikor ez a folyamat lezajlik, akkor a lágyék csatornának a felső és alsó, mondjam azt, hogy nyílása lezáródik, mert ez a hasfalban egy ferde alakú csatornát jelent. Nőknek is megvan a természetesen a lágyéksérvre a lehetőségük, bár igen ritka. A nőknél a mély függesztő szallag az, ami benne van ebben a csatornában, vagy ligamentum rotundum kerekszallag. Amint látjuk itt a lágyék csatornát, magyarul gondolkodom, hogy mondjam a csontnak a nevét, igen, a csípőcsontnak a ligamentuma fölött fog a csatorna kialakulni, de hozok egy másik képet, amin ez már jobban is látszik. Itt látjuk tehát a képnek, az alsó képnek a bal oldalán azt a csatornát, amiben a lágyéksér alakul ki, és itt látjuk az artéria és vénát, a combartériát és vénát, ezek viszont majd a combsérvnek a kialakulásának a helyét fogják mutatni. Egy egyszerű rajzon láthatjuk itt az első és a hátsó falát a hasüvegnek, és azt, ahogyan a belső nyíláson keresztül ferdén előre ki fog érkezni a lágyik csatornának a tartalma, hiszen ebben a csatornában a herék leszállása után ugye ott marad az ondó vezeték. A herékből az ondó vezetéken keresztül jut fel az ondó, és ez az ondó vezeték, ez nem csak a ondó csövet, csatornát tartalmazza, hanem a heréhez leszálló artériát, vénát és egyéb képleteket is természetesen. Itt csupán a kollégák kedvéért az anatómiai képleteket leírtam, ezt abszolút laikus embernek nem kell tudni, nem kell megtanulni, mert nem ez a lényege a lágyéksérv kialakulásának, hanem maga a DHS. Amikor azt élem meg, hogy ezt nem lehet elviselni, az mindig a csípő ízületet érinti. És ugye mindig elmondtam az önleértékelésnél, hogy az önleértékelésnek a témája meghatározza, hogy a testünk melyik tájéka lesz érintve, az önleértékelésnek az ereje pedig meghatározza, hogy milyen szöveteket fogunk ott elmondani. Tehát itt azon, arról a, ezt nem lehet elviselni érzésről van szó, amely hát úgy megérint minket, de olyan nagyon mélyen nem. De mégis ott van. És ez a lényeg, és ezért nem veszük észre. Mert amikor valamit nagyon nem bírok elviselni, azért arra az emberek szoktak emlékezni. Amikor ilyen kevésbé nem bírom elviselni dolgok vannak, ugye ezeket nehezebb is érzelmileg feloldani, mert nem veszük észre, hogy ilyen dolgaink voltak a mai nap. És ezért az optikai sineknek köszönhetően egy folyamatos kötőszövet elsorvasztás indul el, aminek az lesz a következménye, hogy ez az egész szerkezet, hogy így mondjam, az egész lágyik csatorna ellazul, és a sérv kialakulásnak meg lesznek a feltételei. Megkülönböztetendő, vagyis differenciált diagnózist kell csinálni a hidrokellel, varikokellel, lipómmal, linfómmal, cisztatummal,
és a musculus rectus diastasis esetében, de hogy ez mindenkinek érthető legyen, természetesen egy kicsit belemegyünk a részletekbe, és gondolom így már teljesen érthető, ha azt mondom, hogy hidrokelé, és ugye ez azt jelenti, hogy here vízsér. Nos, ez a herét ért konfliktus, már mint ütés. A támadási konfliktusra ugye tudjuk, hogy a hártyák reagálnak, így a hashártya is, ami most éppen ezen a részen ugye a heréket burkolja. És van egy kedves történetem, egy édesapa hozta el a kisfiát, hogy lám az egyik heréje nagyobb, tehát látszott, hogy duzzadtabb, és mivel neki volt már lágyék sérve, azt hittem, hogy a gyermeke ezt örökölte. Hát ugye a lágyék sérv és a hidrokelle között semmi kapcsolat nincsen, és az, mint el szoktam mondani, nem betegségeket öröklünk, hanem viselkedési mintákat másolunk, és ezért fordulhat elő egy családon belül bizonyos betegségeknek a halmozódása. De térjünk ide-vissza, hogy miről is szól ez a történet. Két fia volt ennek a apukának, az egyik még pelenkás volt, a másik már pelenka nélkül volt, és még kérdeztem, ugye, hogy megütötte, leesette, labdáztak, belerúgtak a labdával, mi történt ezzel a gyerekkel, és aztán kiderült, hogy a problémát a biztonsági övé jelenti az autóban, amit a gyerek jelzett is, hogy ez túl szoros neki, tehát oly erősen bekötötték ezeket az izgő mozgó kölyköket a gyerekülésbe hátul, hogy a lába között feljövő pánt a nagyobbik fiúnak a heréit nyomta, és ezt támadásként élte meg. A kicsinek azért nem volt ilyen problémája, mert még ott volt a pelus, tehát az felfogta ezt a szorítást. Az édesapának annyit mondtam, hogy ezután legyenek szívesek lazábra fogni azt a bizonyos pántot. Én megbeszélni a gyerekkel, hogy ez nem fog ezután szorítani, nyugodjon meg, és az egész folyamat magától lezajlódott, lezárult, megoldódott, nem volt szükség semmilyen műtétre. A herevízsér tágulat viszont már ugye felnőttekben jelentkezik, gyerekekben soha nem látunk még ilyet, és természetes ugye, ha erekről van szó, az is önleértékelés, ugye tudjuk, hogy a békjő konfliktus az viszeret fog okozni a lábszár szintjén, hát akkor vajon a herék szintjén az eretnek, a véneknek a tágulata, vagyis a vének falának az elbontása mivel lesz kapcsolatos? Természetesen a szexualitásban megélt enyhe önleértékelésről van szó. És ezért ez jellemző, mondjam azt, hogy mindenféle korosztályban, időseknél gyakrabban jelentkezik, nyilvánvaló, hogy miért. Ugye fiataloknál is előfordul, de ritkábban. A nagyon ritka történet ugye a spermatokele, vagyis egy olyan ciszta, itt láthatjuk, egy olyan tágulat, ami az ondó vezetéken lépett fel, és hát nyilvánvaló, hogy ez is a szexualitásban megélt önleértékelést jelzi, mégpedig egy folyamatos önleértékelést, mert a folyamatos önleértékelés tágította ki ennek az ondóvezetéknek a falát annyira, hogy egy ilyen kitágult rész jött létre. Tehát egyezünk meg, hogy ha valakinek az egyik oldali heréje megvan, duzzadva már, mint úgy néz ki, hogy a herezacskója nagyobb, mint a másik, az nem biztos, hogy sérv. Akkor beszélünk heresérvről, amikor már a béltartalom a csatornán keresztül bejutott a herezacskóba. Az már akkor heresér. De amint látjuk, vannak még egyéb dolgok is, amik itt meg tudják ugye a térfogatot növelni. A combsérvről látjuk, említettem az előbb, hogy a pupárt szalag alatt található az a csatorna, amin keresztül a comb felszínére érkezik a comb artéria, véna,
és a többi képletek, és ezek a, megint csak nem megyek bele nyilván a részletesen az anatómiába. Itt a lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy ezt nem lehet kibírni című nagylemezt kellene levenni a lemezjátszóról. Lehet, hogy észre se veszük, hogy a szóhasználatunkban az van, hogy ez kibírhatatlan, és ez természetesen, mivel nem egy, hát hogy is mondjam, egy túlzottan erős megélés, csak egy átmeneti valami ez, és ha főleg, ha nincs feloldva, akkor folyamatosan ennek a csatornának a képleteit gyengítve fogják létrehozni a lehetőségét annak, hogy a béltartalom, kérem szépen, ezen a csatornán a combunknak az előső részébe jusson. Ezt a rajzot pedig azért tettem be, mert ugye van itt egy olyan, hogy korona mortis, a halál koronája. Ez egy összekötő ér, egy anasztomózis, két nagyon fontos ér között, és hát ennek az átvágása azért kellemetlen, ezzel természetesen nem félelmet szeretnék kelteni, csupán felhívni a figyelmet, hogy a sebész kollégák ezzel nagyon is tisztában vannak, és nagyon vigyáznak arra, hogy ezt a kicsi eret, ami az artéria obturatórika és iliáka között van, hogy ezt semmiképpen ne vágják keresztül. Nos, az érzést, ez a szóhasználatunkat azért jó, ha odafigyelünk a szóhasználatra, hogy az egyes konfliktusaikat miként fogalmazzuk meg. Mitől függ az, hogy ez jobb vagy bal oldalon alakul ki? Hát természetesen a tapstest dönti el, hogy a jobbkezesség, balkezesség, mert az, aki jobbkezes, annak a partner oldalát a jobb oldal jelenti, és a bal oldala az anyakerek oldal, és balkezeseknél pedig fordítva. Tehát a balkezesnek a baloldali sérvét az mindig egy partnerrel kapcsolatos konfliktus fogja okozni. Itt már a kezesség, bocsáss meg, itt már a kezesség fogja eldönteni. Természetes, hogy hát nyilván már a kisagytól fölfelé minden a kezességnek a függvénye, csak hát az öt biológiai természettörvényt nem mondhatom el teljes részletességében egy webkonferencia előtt, mert akkor máshol nem szólna a webkonferencia. Növekvő hasüregi nyomást okoznak ilyen, hogy makacsköhögés. Nos, mikor áll ez fenn? Amikor nem oldunk meg egy birtokféltés konfliktust, és marad a makacsköhögés, száraz köhögés. Függő gyógyulásban. Vizelési zavarok. Mikor vannak vizelési zavarok? Természetesen területkijelölési konfliktusok lesznek azok, amelyek vizelési zavarokhoz fognak vezetni, amik ugye hasüregi nyomás fokozódást is okozhatnak utána. Székletürítési nehézségek. Mi lesz székletürítési nehézséggel? Hát egy folyamatos fel nem oldott stressz már egy több napig tartó székrekedést okoz, de székletürítési nehézséget okoz egy megakolon. Hát csak utalnék az emésztés, felszívódás és ürítésről szóló webkonferencia anyagra, érdemes lenne megnézni. De hogy mit jelent az, hogy megakolod? Amikor a vastagbél teljes mértékben kitágul, mert ugye még mindig nincsen megoldva egy, hát magyarul szarul érzem magam című program. A hasi tumor most ide aztán mindenbe jön, ami a hasüregben előfordul, nyilván, hogy nyomás fokozódást fog okozni, beleértve egy bármilyen térfogat növekedést okozó sejtszaporulatot. Az extrém elhízás is fokozni fogja a hasüregi nyomást, és hát ott van a hasvízkor. Egészséget. Köszönöm. Hát itt van a hasvízkor, vagy ascites, ami azt jelenti, hogy egy gyógyulási folyamat megy a szervezetemben, a hasüregemben,
Csak hogy én ezt nagyon magányosan élem meg, vagy nagy félelmekkel, hogy ja Istenem, mi lesz velem, a létezésem veszélyben van, vagy éppenséggel azért van veszélyben a létezésem, mert elvitte a bank a házat a fejem fölött. Tehát a létkonfliktus, magányosság, lásd, veséről vagy ödémákról szóló webkonferenciában részletesen kitérünk rá. Ez természetes, hogy növekvő hasüregi nyomást és sérve kialakulását fogja okozni. Fokozott fizikai igénybevétel. Ugye a lényeg az, hogy amit már említettük a bevezetőben, hogy pláne műtétek, hasi műtétek után legyünk szívesek betartani az orvosi utasítást, és várjuk meg a szervezetünk teljes regenerálását. A köldöksérv és a linea alba fehér vonalnak a sérveiről lesz szó még. Mint mondtam, az epigastrikum azt jelenti, hogy a köldök fölötti felsőhasi sérvről beszélünk, a paraumbilicalis azt jelenti, hogy a köldök melletti sérvről beszélünk, de ugye van közvetlenül a köldök sérv is. Ezek mind arról szólnak, hogy hát valaki nincsen kibékülve mondjuk a pocakjával, mert megszokta, hogy végig, hogy szokták ezt mondani, milyen hasa van. Kockahasa van, igen, aztán történt valami, és ebből a kockából gömb lett, és ezt a gömbformát már nem tudja elfogadni, leértékelés, önpusztítás, és a megfelelő helyeken ki fog alakulni a sérv. A musculus rectus diasztázis, tehát ez az egyenes hasizomnak a szétválása, itt látjuk az alsó képen, keresztmetszeti képben, ugye, itt van a két egyenes hasizom, az izom az inbójákba, és ugye itt a középső részen ez a úgynevezett linea alba, vagy fehér vonal. Most hát a hasi műtétek többségét ezen a vonalon keresztül végzik, mert ennek az innak az összevarrása már megoldja a hasműtét után a hasfalnak az állását, illetve legkisebb traumát a fehér vonal lineálba meccésével lehet okozni a beteg számára, és hogyha mondjuk a műtéti heg miatt írja le valaki a kinézetét, mert ugye azonosul a testével, és a testén levő összes hírccel, akkor ez nem igen fog sikerülni, ez a szövet megerősítés, és létre fog jönni rajta a sérv. Karesz, itt most egy olyan témát pendítettél, mert ami most nagyon divatos, és azt hiszem, hogy rengeteg olyan történetet tudnánk felsorolni, amiben a szétnyílt hasizom, mint olyan szerepel. De úgy látom, hogy az önleértékelés a hasfalra vonatkoztatva igen, tudja ezt megoldani. Igen. De hát ez egy ördögi kör, hiszen a szétnyílt a hasizom. Akkor még jobban, jobban önleértékeli. Akkor ebből hogy lehet kimászni? Hát a germánygyógytudomány ismerete az első lépés, hogy tudjam, hogy minek mi a valós oka, mert hát ha belenézzünk az akadémikus könyvekbe, akkor rengeteg megkérdőjelezhető állítás van benne, és ha tudom, hogy én magam az önleértékeléssel csináltam ezt, akkor most jönne pont a fordítottja, a teljes elfogadás, a teljes mondjam azt, hogy öröm, megelégedettség azzal, ami van, és akkor megsegíteném a biológiámat abban, hogy többet építsen vissza, mint amennyit lebontott, tehát erősebb lenne, mint amilyen volt. Csak hogy a tudatlanságunk miatt ezt nem tesszük meg, vagy elindítjuk, nem engedjük, hogy végigmenjen a folyamat, és ez lesz az, ami ide vezet, és az embereket hát nem megfelelő döntésekhez juttatja. A rekesz sérv egy nagyon érdekes történet, mert itt is
Most a rekesz izmot látjuk alulról, mintha valakinek én most a hasából fölfele néznék, ezt úgy tessenek elképzelni. Itt van a gerincoszlop, és itt elől a sternum, vagyis a mellcsont. És oldalt pedig a bordáknak a magassága. Na most látjuk, hogy a rekeszizomnak van egy központi része, ami ínszövet, és nyilván a periférián látjuk az izomszövetet, és ha most ebben belenézünk innen, ahol vagyunk, akkor úgy képzeljük el, mint egy felfordított lavort, tehát a feneke fent van, és az izom rész az, ami ugye az anatómiai képletekhez rögzül. Nos, ezen a, mondjam azt, hogy rekeszizmon több mindennek át kell hatolnia ahhoz, hogy ugye hasüreg és mellüreg nincsen teljesen elszigetelten leválasztva, hiszen az aortának és a mellvezetéknek át kell menni, az aorta ugye a főütőér, a mellvezeték, ductus thoracicus, az a fő nyirokértörzs, a véna cava inferior, vagyis az alsó üres véna is föl kell érjen egészen a szívnek a jobb pitvarába. A nyelőcsőnek le kell érkeznie, hogy a gyomorba eljusson a táplálék, mellette van a két bolygóideg, a nervus vagus. Aztán itt vannak az egyéb idegek, a truncus sympathicus, vagyis a szimpatikus ideg duclánc. Vannak a mellkas falából összegyűjtő erek, a vena azigos és hemiazigos, illetve a zsigeri idegek, nervis plantarhicsi thoracicus. Nos, ezeket a dolgokat nyilván, hogy nyílásokon keresztül fognak átjutni, és itt jön bele az a két már említett sérvtípus, ami a Bogdalek és a Morgányi féle sérvet jelenti. Ugye costo vertebralis az azt jelenti, hogy hátul van, a vertebra a csigolyát jelent. Tehát a csigolyák és a bordák töve között létrejövő, a sternocostalis az pedig a sternum, vagyis a mellcsont és a bordák között létrejövő, magasságban létrejövő sérvkaput jelenti, vagyis, és van még természetesen a para oesophagealis, ezt látjuk itt a jobb oldali képeken, ugye a nyelőcső mellett is létrejön egy tágulat. De mi hozza létre ezt a tágulatot? Nyilván, hogy megint önleértékelési konfliktusról van szó, mégpedig mondjam azt, hogy a megfelelési kényszerről beszélhetünk, amikor én nem érzem magamat olyan jónak, mint a másikat, és ezért meg szeretnék felelni az ő elvárásainak. Na most akkor túlhajszolhatjuk magunkat kifulladásig, és itt a kifulladásigon van a hangsúly, hiszen ugye a rekeszizom az a légzésnek a fő izma, és ez a túlhajszoltság kifulladásig a rekeszizmot fogja gyengíteni. És mivel a függő gyógyulásban lesz a történet, mert azért éjszaka mégiscsak pihenünk, fellép az a éjjel az alvási apnoé szindróma, vagyis az illető úgy néz ki, hogy elfelejt szuszogni, akár egy percen keresztül nem vesz levegőt, és a medicina foglalkozik már ezzel, már alváscentrumokban figyelik, hogy ki hogyan alszik, és van centrális meg perifériás alvási apnoé szindróma természetesen, és kettő egymástól nehezen megkülönböztethető, tehát van miről beszélni, csak a lényeg az lenne, hogy megoldjuk ezt a túlhajszoltságot, és ez nagyon jellemző mondjuk sofőrökre, akiknek oda kell érni időbe az áruval, de közben volt egy dugó az autópályán, vagy épp egy baleset, vagy valami, és ezek az emberek hajszolják magukat, még akkor is, ha csak a gázpedált nyomják, de az érzés ott van bennük, hogy hajszolják magukat, hogy célba érjenek. És mondjam úgy, mikor célba érnek, akkor kvázi elkezdenek lihegni, hogy na, végre ide értem, befutottam a célba. Nos, ezek a
történetek nappal is problémát okoznak, mert elalosznak vezetés közben az ilyen emberek, vagy képtelenek sokáig figyelni, mert belealszanak dolgokba. Tehát ez a konfliktus, ez nagyon veszélyes, főleg ugye a nappali vezetésben való elalvás miatt, de az éjszakai elalvás is ugyanide jut. Én annyit tudok mondani, hogy jó lenne odafigyelni arra, hogy a célba érés fontosabb-e, mint az egészségünk. Van hólyagsér vagy cisztokele, ez természetes, hogy hölgyeknél alakul ki, mert ugye a hüvely faláról van szó. A hüvely előső fala, vagy teljes mértékben is a teljes hüvelyfal elvékonyodhat, ellazulhat. Miért? Mert megélt a hölgy a szexualitásban, vagy a nőiségében egy önleértékelést, amit elfelejtett feloldani. És mivel függő konfliktus aktivitás van, tehát folyamatos ez az önleértékelés, már semmit nem érek az ágyban, és én már nem az a nő vagyok, aki voltam témában, ezek a hüvelynek a fala elvékonyodik, már pedig a hólyag az képes lesz letolni, mármint hátrafelé tolni a hüvely előső falát, ami aztán a szemére nyíláson, mondjam úgy, hogy kiboltosul, megjelenik. Nagyon lényeges lenne, hölgyeim, a nőiséggel kapcsolatos érzéseket mindvégig fenntartani, nem leírni magunkat, és mondjuk nem csak a külvilágnak rendbeszedni magam, mondjam azt, hogy kifessen magam, hanem csak úgy magamnak is, a magam kedvéért és a saját önbecsülésemért is rendbe tartom magamat otthon. Nem, hogy vannak otthoni viseltes ruháim, amit jó lesz az otthon, címszó, és majd, ha kimegyek az utcára, akkor felöltözök és rendbe teszem magam, hanem becsülnék magunkat olyannyira, hogy ezzel az érzéssel soha ne találkozunk, és akkor ez a kellemetlen tünet nem jelenne meg. Mert ugye érintett lesz itten még a medencefenéki zomzata is, az inak, a záró rögzítő rendszerek, és ezek együttesen sor vannak, és okozzák ezt a tünetet. Illetve nem be kellene rakni ezt a kapcsolatot, mert én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy ember konfliktusa, igen, hanem mindenki, azért a két emberé, aki ezt a párt alkotja. Érdekes lenne ezt a kicsit mélyebben is megvizsgálni. Tudom, hogy az időnk ezt nem engedi, de pár gondolatot azért hadd fűzzek hozzá. A nőiesség megélése az milyen formákat ölt. Nagyon tetszett, hogy kitértél arra, hogy a nőiességünket nem másnak, hanem magunknak kellene megélnünk. A magunk kedvéért, a magunk szórakoztatásáért, vagy a magunk megnyugtatásáért is. Fontos lenne tudni azt, hogy kinek mit jelent, tehát nőként nekem mit jelent a nőiesség. Hogy miben nyilvánul ez meg, feltétlenül csak testiségekben, csak a szexuális aktusban tudom megélni azt, hogy nő vagyok. Hát nyilván ez is hozzátartozik, de nem feltétlenül csak ezt kellene ez alatt a dolog alatt érteni. Én azt hiszem, hogy ez egy sokkal komplexebb, sokkal összetettebb történet, amit mindenképpen érdemes lenne megvizsgálnunk, hogy mitől érzem én magam nőnek. Érdemes lenne ezen elgondolkodni, és akár 15-20 pontban összeszedni, hogy mit jelent nekem az, hogy én nő vagyok. Milyen megnyilvánulása van. Milyen fizikai, milyen szellemi, milyen gondolat és milyen érzelmi megnyilvánulásai vannak a nőiességemnek. Ez egy nagyon jó házi feladat, hölgyeim. Érdemes lenne elgondolkodni rajta, mert amikor papírra vetjük a gondolatainkat és végre csoporba szedjük, akkor fogunk rájönni arra, hogy valójában mi az, ahol hibázik a dolog, és mi az, amin javítani lehet. Köszönöm, Réka, az értékes kiegészítésed. És
Tovább is még van egy sér, amiről szólnunk kell, bár ezekről már szó volt a gerincnél és a derékfájásnál. Ugye a gerinc sérről látunk itt egy képet. Ugye a nyaki és az ágyéki szakaszon alakulhat ki, vagy lumbális szakaszon. A nyaki szakaszt mindig az igazságtalansággal kapcsolatos önleértékelések érítik, a derék szakaszt pedig a személyiségünkre vonatkozó leértékelések érintik. Na most itt megint ott van, hogy érzés erőssége meghatározza, hogy ezen az adott szakaszon miket fogunk lebontani. A porc gyűrűt is le tudja bontani az adott leértékelési konfliktus, tehát elgyengíti a csigaj közti porckorongot, benne van ugye egy mag, ami a meggyengült porckorong rostos gyűrűjén keresztül, itt látjuk pirossal, a leggyengébb ponton természetesen ki fog tudni türemkedni, és ez lesz a gerincsérnek a lényege. De a porckorongnak a sorvasztásán kívül természetesen az izom egyensúly felborulása is hozzájárul ennek a gerincsérnek a kialakulásához. Az izom egyensúly pedig azért borul fel, itt a derekunkat látva, mert azért dől el bal oldalra ennek a személynek a gerincoszlopa, mert a jobb oldali izmait sorvasztotta le, mondjuk ha jobbkezes, akkor partner oldali leértékelési konfliktust élt meg. Ugye mindenki partner, aki nem az anyám és nem a gyermekem, és ha pedig balkezesről van szó, akkor pontosan az anyáról, gyermekéről vagy önmagáról van szó, és bontja le a jobb oldali izomzatot, tehát bal oldalra fog elcsavarodni a gerincoszlop. Ez konfliktus aktív szakaszban már létrehozza az ischiaszt, vagyis az ülő idegnek a becsípődését, mert ugye innen erednek a derékszakaszból az ülő idegnek a gyökei. Aztán, ha megoldja az illető a konfliktusát, akkor eltűnik az ischiaszt, és megjelenik a lebontott izomzat visszaépítése miatt egy diffusz fájdalom, mondjam úgy, hogy a vesénk tájékán, de az izomzatban. Na most, ha sokáig áll fent ez az állapot természetesen, és érintett ez a rostos gyűrű, ugye annulus fibrosus, akkor garantáltan a gerincsér létre fog jönni. Az igazságtalanság, tehát a nyaki gerincünket fogja érinteni, a személyiségben megélt önleértékelés pedig mindig derékfájást fog okozni. De miért élünk meg annyi konfliktust mi a személyiségünket illetően? Én azt gondolom, hogy a személyiségünk egy nagyon összetett fogalom. Rengeteg dolog a személyiségünk része. Nem szeretnék ebben sem hosszasan elmérni. Két gondolatot engedj meg. Hogy mi az, amit én a személyiségemnek érzek? Nagyon sokszor azonosulunk bizonyos szerepekkel. És azt hiszem, hogy én az vagyok, aki ezt a szerepet eljátsza. Gondoljunk csak azokra az esetekre, két kirívó példát szeretnék ebben a témában megemlíteni. Például a katonatisztek otthon, akik több száz, vagy nem csak katonatisztek, de a főnökök, a vezetők, általában, akkor azt hiszem, hogy tágítottam egy picit a kört. A vezetők otthon néha ugyanazokat a végrehajtásra váró feladatokat sorolják és osztják ki a családtagoknak, mintha még mindig a munkahelyükön lennének, és ugyanúgy, hát, ha szabad így fogalmazni, parancsolgatnak, mint hogyha ezt a munkahelyükön végeznék. A másik érdekes példa például azok az emberek azzal a szereppel azonosulnak, nagyon gyakran, akik mondjuk bármilyen sérüléssel, speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkoznak, azok otthon is megszokták a tagolt, lassú,
artikulált beszédet. Nagyon érdekes az, hogy ezek az állapotok, ezek részünké válnak olyan szinten, hogy már akkor is így fogalmazunk, fejezzük ki magunkat, viselkedünk és hozunk döntéseket, amikor ez az adott körülmények között már feleslegessé vagy éppen nevetségessé válnak. Hogy mi az, hogy a személyiségem? Azonosulok egy szereppel. Azt hiszem, hogy én az vagyok, aki nélkül ez az intézmény, ez a gyár, ez a cég nem tud működni. És itt van a személyiségünknek a fontos része, hiszen a szerepeinkkel azonosulunk. Nagyon sokszor nem tudunk disztingválni, nem tudunk különbséget tenni a feladatok fontossága, súlyossága, illetve a helyzetek között. A személyiségünk részévé válnak azok a traumák, azok a lelki megrázkódtatások is, amiket nem engedünk elmúlni, nem engedünk feloldódni. Gondolunk azokra a sérelmekre, amiket 15-25-35 év után is emlegettünk, és fájlaljuk azt, hogy belőlem azért nem lett francia énekesnő, mert Magyarországon születtem, és magyarul beszélek, tehát francia sanzonokat már nem fogok tudni. Ez is egy banális példa volt. Remélem, hogy nagyon kevesen ismernek ebben a témakörben magukra, és nagyon kevés embernek van ilyen nagyon mély azonosultsága. Az igazságtalanság és a személyiség kapcsolat is egy nagyon érdekes dolog, és engednek, hogy a kettő között is párhuzamot és összefüggést mutassak meg. Mert van. Rengeteg embernek van nagyon komoly igazságérzete. Az igazságérzetnek egyetlen egy hátránya van, hogy mindahányszor igazságtalanok velünk, annyiszor élünk meg egy önleértékelést is, vagy élhetünk meg, nem feltétlenül, de benne van a lehetősége az igazságtalanságként megélt helyzetnek kapcsán arra, hogy a személyiségünkben is önleértékelést éljünk meg, hiszen velem bármit meg lehet tenni, belém mindenki belém törni a lábát, senki nem volt velem igazságos, még a szüleim se, az élet sem, és itt mindenféle magyarázatot bele lehet tenni, mikro-makropolitikai helyzettől kezdve, történelmi szállak, születés, pedigrén, bármi, ami ebben a témában előjön. Szinte idős emberek is még mindig azokon a fel nem oldott dolgokkal foglalkoznak, amit igazságtalanságként éltek meg, vagy ami a derékbe törte a karrierjét, és ugye már benne van, hogyha derékbe törte a karrierjét, ez már a személyiségében megért önleértékelés. Igen, különbséget kéne tegyünk a szerepeink és a mondjam azt, hogy önmagunk között, mert azért vagyunk itt, hogy bizonyos szerepeket eljátszunk, biológiai szerepeket eljátszunk, társadalmi, családi szerepeket eljátszunk, de ha azonosulunk ezekkel a szerepekkel bizony, az mindig egy súlyos konfliktus forrás. Én még annyit tudnék ehhez röviden hozzátenni, hogy az a szerep, amit vállalunk, és itt a vállaláson van, a döntésen van a hangsúly. Gondolok itt egy két ember egybekelésére. Ők azt a szerepet vállalják, hogy most X ideig, ameddig ez a történet számukra boldogító, kielégítő és örömet hozó dolog, addig ezek a szerepek olyan kellemesek. Igen. A szerepek akkor kezdenek kényelmetlenné válni, amikor az egyensúly, az öröm és a befektetett munka között megbomlik. Azt hiszem, hogy itt kellene azonnal megállni, mert banális példa, egész késő van, volt egy mesesorozat, amiben a hölgy mindig az ex
lehetőségeit boncolgatta, ugye emlékszünk erre a Hufnagel Pistin történetére. És hát, én kosarat adtam Hufnagel Pistinnek, mondta Paula. Paulának azért valójában fájhatott a nyaka, meg hogyha élő személyéről lenne szó, és nem egy rajzfilm figuráról, akkor valószínűleg a személyiségében is megélhette volna az önleértékelést, mert ugye a Hufnagel Pisti az, az valaki volt, mint Mézga Géza, nem? Tehát itt derékba tört a, az élete, és igazságtalanságként élt meg minden olyan párkapcsolatukban felmerülő problémát, aminek részben ő is volt az okozója, kiváltója, vagy talán a, nem csak az elszenvedője. Ezt a nőasznyi kitérőt azért is szeretném fontosnak, vagy azért is szerettem volna fontos eseményként megjeleníteni, mert a párkapcsolatunkban rengeteg igazságtalanságot tudunk felfedezni, ha erre figyelünk oda. És az igazságtalanság témaköre az, az egyre tágul, tehát már semmi nem lesz igazságos, és az sem igazságos, hogy én ezekkel az emberekkel együtt kell élnem, és ez meg már a személyiségem, miért vagyok ilyen gyáva, miért nem mondom meg. Ha igazságtalanságként élek meg valamit, akkor, akkor miért igazságtalanok velem? Biztos azért, mert nem szeretnek, mert nem vagyok elég jó, nem vagyok szerethető, és már megint a személyiségemben érzem magam megbántva. Vajon én az vagyok, aki ezt elszenvedi, vagy az a személy vagyok, aki ezeknek a lehetőségeknek teret ad, úgymond kvázi megteremti ezeket. Ezek nagyon-nagyon jó ébresztő gondolatok, és javaslom mindenkinek, hogy gondolkodjon el rajta. És most még ezeket elmondtad, eszembe jutott, hogy az első webkonferenciánk 2017. április 4-én pontosan az igazság és igazságtalanság témájáról szólt, de ennél jobban ott se tudtuk ezt összefoglalni. Nos, ennyi fért bele a sérveknek a germán gyógytudomány szempontjából való megvilágításába, és remélem rájött mindenki, aki esetleg először hallgat webkonferenciát nálunk, hogy a germán gyógytudomány valójában az a tudomány, ami végre pontosan világít rá a dolgoknak a hátterére. Lehet valaki azt éli meg, hogy őre nem vonatkozik a germán gyógytudomány, de én ezen csak mosolyogni tudok, elnézést kérek, nem kinevetés, csak gyenge mosoly, mert mondhatnám ilyen szempontból azt is, hogy én rám nem vonatkozik a gravitáció, de mégis a Föld nevű bolygót taposom. Tehát akár tudomást veszünk róla, akár nem veszünk tudomást a biológia működési törvényeiről, azok mindenki számára ugyanazok lesznek. Viszont ha tisztában vagyok vele, hogy mi igen és mi nem, akkor természetesen egy másfajta gondolkodással másfajta eredményt fogunk elérni, mint eddig, mert amíg nem változtatunk a gondolkodásunkon, addig semmi, de semmi nem fog megváltozni. Vagyis rá kellene jöjjünk arra, hogy nem függnek azoktól a tényezőtől a betegségek, amelyekhez a mai medicina köti őket. Valójában az érzelmi konfliktusainkat kéne végre feloldani, lezárni a múltat, és ezáltal megszabadulni a sinektől is, de mindezt érzelmileg kell megtenni, vagy a sinek gondoskodnak a további krónikus betegségekről, és ha halmozzuk az élvezeteket és a konfliktusokat, akkor a személyiségünkre is ki fog hatni, erről szólnak a konstellációk. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető. Mindez nem mondható el a mai akadémikus medicináról, viszont ha nem az okokat kezeljük, hanem a következményeket, akkor egy életen átjárhatunk kezelésekre, főleg, hogyha a következményt oknak fogják tévedésből kinevezni. Tehát nem mindegy, hogy
valójában értjük a dolgokat, vagy nem értjük. A statisztikára és az állatkísérletekre nincs szüksége a germán gyógytudománynak, hiszen mindenki számára a saját élete, gondolom, a legfontosabb, és ez ebből következően statisztikailag 100%. Amúgy meg a statisztikát a matematikára és a gazdaságtudományokat találták ki, a biológiára nem alkalmazható. Az embriológiára és az öt biológiai természettörvényre épül a biológia, és nem a statisztikára, ez viszont nem alkalmazható a matematikára. Szóval egyszerű, logikus, mindenki által megérthető és megtanulható tudományról van szó, és csak hogyha nem tudom érzelmileg megoldani azt, amit meg kellene oldanom, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Köszönöm a figyelmet!